Hatalmas sajtóérdeklődés mellett bilincsben és vezetőszáron kísérték a nyomozók a bíróságra Ceglédi Csabát. A volt szocialista politikust 2017. júniusában helyezték előzetes letartóztatásba, a gyanú bűnszervezetben elkövetett adócsalás volt. Tavaly decemberig volt börtönben, az utolsó 8 hónapot magánzárkában töltötte. Nem sokkal karácsony előtt engedték haza, azóta házi őrizetben van. A Csongrád megyei főügyészség most emelt vádat ellene. A vádirat szerint dr. Ceglédi Csaba létrehozott és működtetett 2011 és 2011 között egy olyan bűnszervezetet, amelynek célja döntően a diákmunkához kapcsolódó közterhelkalói mentesülés volt. Ennek érdekében létrehoztak egy céghálót és egy számlázási láncolatot, amelynek a csúcsán a Humánoperátor ZRT állt, míg az alsó szintjén a strómanként eljáró iskolaszövetkezetek, illetve az elnökök voltak. Vele együtt 21 ember ellen emeltek vádat. A vádirat szerint 8 iskolaszövetkezet, 2 KFT és egy részvénytársaság közreműködésével csaltak adót. Több mint 6 milliárd forinttal károsították meg az államot. A vádiratban Ceglédi Csaba felbújtóként szerepel, az ügyészség szerint minden az ő utasítására történt. A vádirat szerint dr. Ceglédi Csaba volt a bűnszervezet vezetője, ő irányította közvetlenül, illetve közvetetten az egész szervezetet. Az ügyészség bankszámlákat, befektetéseket zárolt, lefoglaltak céges ingatlanokat és egy kiló befektetési aranyat, melyet a volt politikus egy osztrák pénzintézetben tárolt. Hogy ezek összesen mennyit érnek, nem tudni. Ceglédi Csaba szombathelyi otthonában reagált stábunknak a vádemelés hírére. Végre megvan a vádemelés, mert most már nem az az ügyészség, aki ebben az ügyben is két lábbal tiporta a törvényeket, a rendelkezési jogkör gyakorlója, hanem mostantól kezdve a bíróság. Azért ebben az ügyben sok jóra az ügyészségtől senki semmire nem számíthatott. Továbbra is ártatlannak vallja magát. Mivel nem követtem el bűncselekményt, illetve a munkatársaim sem követtek el bűncselekményt, ezért én nem egyfővel fogok a bíróság előtt állni, és mind őket, mind magamat meg fogom védeni ebben az eljárásban. A 21-ből 9 vádlottal egyességet kötött az ügyészség, erre az új büntetőeljárási törvény ad lehetőséget. Ez azt jelenti, hogy elfogadták azt a büntetést, amit az ügyészség ajánlott, így nem kell hónapokig bíróságra járniuk. Volt, aki több év letöltendő büntetést fogadott el. A bíróság előtt így Ceglédi Csabával együtt 12-en állnak majd. Ha a volt politikusról és társairól bebizonyosodik, hogy valóban bűnszervezetben csaltak adót, akár 20 év börtönt is kaphatnak.